Üdvözöljük a kedves hallgatókat, ez a zárt osztály 143. adása. A mikrofonnál, a mikrofonnál most csak én vagyok. Ahogy ezt az utolsó lendület piknikünk összes látogatója már tudja, Benedikt mostantól egy darabig a szóló karrierjére fog fókuszálni, vagy szóló és a karrierjére fog fókuszálni, ez még nem teljesen tiszta számomra. Így a szokásos beszélgetős műsor helyett most egy kicsit monománabb és egy síkú műsor tudok csak készíteni, de a jövőben tervezem feldobni ismét vendégekkel, valamint a Benediknek ismét elmegy az esze, újra az árt osztályon üdvözöljük őt is. Egy hosszú nyár után vagyunk, ami nem bővelkedett túlzottan nagy technológiai változásokban. Ami leginkább feltűnt, hogy a nyárra ráfordulás során még viszonylag nagy értékű kriptovaluták egy hatalmas zuhanásba kerül, kezdtek, ezzel lehetőséget nyitva arra, hogy előbb-utóbb a túlárazott videókártyák elérhetők kiváljanak a közemberek számára is. Jelenben véve, hogy nem sokára kijön az Nvidia, illetve az AMD-nek is az új videókártya szériája, valamint az, hogy jelentős készleteket halmoztak föl ezek a cégek, még a kriptó világ kiszolgálása érdekében, várható, hogy hatalmas árzuhanással fogják ezt honorálni, amiből elképzelhető, hogy még elénk is jut valami. Az Ethereum nem sokára áttér a korábbi Proof of Work modelljéről, Proof of Stake-re, méghozzá az adásunk kimenettele utáni héten. Ez a modell gyakorlatilag lehetetlenné teszi azt, hogy a jelenlegi hardware és matematikai képességekkel bányászni lehessen etereumot, és csak a tranzakciók és azok költségei fogják tudni a jövedelmet hozni az Ethereum tulajdonosoknak, így megszűnik ezeknek a bányászata, ezzel ismét csak számtalan videókártya kerül bontókba, megjelennek piactereken, és lenyomják az árait. Nem is lenne rossz egyébként, mert videós projektjeimhez biztosan jól jönne egy a jelenleginél lényegesen nagyobb képességű kártya. Például szeretném kipróbálni azt a szövegfelé ismerésre építő képgenerátort, amelyet már open source-ban is kiadtak, és elméletileg a daléhoz hasonló szintű képeket tud generálni, ugyanakkor talán kevesebb korlátozással. Mindezt egy egyszerű PC-n mi ez a Dali? Nemrégiben kaptam lehetőséget arra, hogy kipróbáljam magamnak magát az OpenAI által fejlesztett Dali 2-t, ami jellemzően angol nyelvű szövegekből képes különböző stílusokban különböző tartalmú képeket generálni. Ki is próbáltam magamnak, és igazából nem voltam annyira meggyőzve, mivel azok a képek, amiket az interneten mutogatnak, igencsak sokadik körben születhettek, az elsőként szövegbevitel után készített alkotások gyakran teljesen mást tartalmaznak, mint amit a mondat beviteli mondat előírt volna. Így például a két morcos öregember egy stúdióban ül és beszélget egymással fejhallgatóval, miközben egy lüs sün nézi őket. Azt eredményezte, hogy... Lüs, fejű emberek beszélgettek a fejükön keresztül ívelő egy darab fülhallgatóval. Hát, ezen még finomítani kell. Ezek a képgeneráló szolgáltatások többször is reflektorfénybe kerültek a nyár során. Részint úgy tűnik, hogy különböző szolgáltató cégek alapultak arra, hogy rutinos specialisták szolgáltatását nyújtja, akik arra vannak. Kiképezve, illetve specializálódva, hogy beszélgessenek a mesterséges intelligenciával, és elérjék azt, hogy olyan eredményeket produkáljon, amiket ők szerettek volna, illetve hát a megrendelő szeretett volna. Ugyanis ezekkel a mesterséges intelligenciákkal közel sem egyszerű beszélgetni. Kicsit hasonlóan a hagyományos számítógép programozáshoz, ezek a gépek nem mindig úgy működnek, ahogy azt szeretnék a felhasználók, és bizony-bizony beszélgetni kell velük, speciális kifejezéseket kell használni, speciális módon kell megfogalmazni azokat a mondatokat, amiket beetetünk, és akkor is elég nagy esély van arra, hogy nem azt fogja csinálni, amit szeretnénk, ilyenkor finom hangolni kell, stb. Ugyanakkor az üzleti modellje ezeknek úgy néz ki, hogy minél kevesebb iterációval kell megpróbálni elérni hiszen minden egyes sikertelen próbálkozás pénzt fel. A szolgáltatók által kínált, előre jól megfogalmazott mondatok lehetővé teszik azt, hogy a kívánt eredmények kevesebb körből érhet legyenek elkészítve, ezért azok, akik gyakorlatlanabbak az eszközzel, szívesen fizetnek is. Nemrég egy filozófiai kérdés is előkerült, hogy mennyire tekinthető alkotónak, az, aki felprogramozza ezeket a mesterséges intelligenciákat, illetve az alkotás az az ő készítménye lesz -e. Ennek legelső és jól kézzelfogható jele az, hogy egy amerikai digitális fotó kiállításon a díjnyertes meg lett fosztva a címétől, illetve megkérdőjelezték, hogy megkaphatja a címét, amikor kiderült, hogy egy publikusan elérhető mesterséges intelligencia végezte a munka, az alkotó munka jelentős részét. Ugyanakkor ez a pálya mű, ami elkészült, egy olyan pályázaton vett részt, amely kifejezetten géppel készített alkotásokat volt hivatott zsűrizni. Mennyiben más tehát az, hogy valaki elmondja, megérteti egy intelligenciával azt, hogy, hogy milyen gondolatai vannak, majd ezt képformájában átadja, mint az, hogy amúgy ezt a, az alkotó folyamatot és a fizikai alkotást ugyanúgy egy ember végzi. Valószínűleg ez egy olyan kérdés, amit én nem fogok tudni megválaszolni, de egészen addig, amíg nem AI beszél AI és az AI nem egy teljesen véletlenszerű, vázi önálló alkotást hoz létre, valamint ezt más nem tudja csak úgy reprodukálni, addig ez nálam belefér a művészet kategóriájába, még akkor is, hogyha nem feltétlen tetszenek az alkotások. Kicsit visszatérve a földre, a nyáron nagy port vert fel az is, hogy Elon Musk a hatalmas Twitter felvásárlásának bejelentése után ráébredt, hogy, hogy ez számára mégsem egy akkora üzlet, és elkezdett visszakozni. Beszéltünk is erről, hogy ahhoz, hogy a megfelelő fedezetet fel tudja hajtani, a multimilliárdos gyakorlatilag elzálogosította a Tesla részvényeit, fedezetként használta föl a kezében levő üzleti opciókat, és majdhogy nem nullára írta le magát, feltéve, hogy a Twitter nem hozza hozzá fűzött reményeket. Márpedig a Twitter részvényei a bejelentés híre óta drasztikusan zuhantak, gyakorlatilag elértéktelnedett a cég a korábbi felfújt várakozásokhoz képest. Most olyan mondva csinált ürügyekkel próbálkozik maszk, bíróságon érvelni, amelyekkel még a vásárlási ajánlat előtt kellett volna a cég felé élnie, és eddig úgy néz ki, hogy a bíróság, amely majd októberben fogja tárgyalni ezt az ügyet, sem sem fogja elfogadni ezt a fajta védekezést. Gyakorlatilag a PER előkészítéséhez adon bekérte a Twitter majdhogy nem teljes visszamenőleges formgalmát részletesen, amelyen kérelmet az ügyet vivő bíró szinte azonnal el is utasított, irreális elvárásokra hivatkozva. Elszomorító lenne, hogyha a világ egyik leggazdagabb embere egyik napról a másikra egy ilyen elhamarkodott butaság miatt Elveszteni a vagyonát, és nem azért, mert sajnálom tőle, hanem mert ezzel a SpaceX programjait és a Tesla továbbhaladását is jelentősen befolyásolja, hiszen még akkor is, hogyha nem aktív részese projekteknek a nevével fémjegyzett vállalkozások nem fognak feltétlenül zavartalanul átvészelni egy sikertelen pert, illetve egy, egy hatalmas tulajdonosi érték csökkenést. Pedig a nyár folyamán a Starlinkről megtudtuk, hogy a t mobile közösen megpróbál olyan bármely 5 képes mobillal használható mobilszolgáltatást készíteni, amely gyakorlatilag a föld minden pontján fogható adatkapcsolatot tesz lehetővé, még akkor is, hogyha az nem feltétlen gyors. Ez egy hatalmas kihívás, hiszen ez feltételezi azt, hogy az amúgy is viszonylag gyorsan szóródó és nagyon gyorsan gyengülő 5 g jeleket az űrben nem geostacionárius, hanem mozgópályán közlekedő műholdak fogják tudni észlelni, értelmezni és reagálni rá, valamint az, hogy a műholdak között meg lesz az a kapcsolat, ami lehetővé teszi ezeknek a jeleknek műholdak közötti passzolgatását, hiszen azok hiszen ezeknek a feldolgozását a műholdaknak menet közben kell megoldani. Talán ez is fel fogja használni azokat az újabb technológiákat, amik már korábban belettek jelentve, a műholdak közötti űrbeni lézeres kapcsolat, ami eszünkbe, eszembe jut hirtelen, illetve az újabb típusú, az eddigieknél lényegesen nagyobb párling kettes verziójú műholdak lehet, hogy már ilyen dolgokat is tartalmazni fognak. Az ötlet jó, hiszen ez lehetőséget biztosít a mobiltelefonok a világ bármely pontján történő tényleges használatára. Az internetes lefedettség nem csak a földön okoz problémákat, hanem a vizen is. Nemrégiben bejelentette a Royal Caribbean, hogy óriási úszó szállodáit Starlink elérhetőségekkel fogja Ellátni, amely lényegesen olcsóbb, mint a korábban használt internetkapcsolatuk, valamint sokkal, de sokkal gyorsabb is. Eddig talán a tengeri utazások voltak azok a terepek, ahol teljes egészében kénytelen volt az ember lekapcsolódni az internetről, hiszen az ottani felhasználható internetszolgáltatás olyan gyenge és olyan drága volt, hogy ezt a luxust az utazók jelentős része nem engedte meg magának. A megszereztetett hírek szerint a Royal Caribbean minden egyes hajóját több tucatnyi Starlink vevő egységgel fogják ellátni, ami összességében lehetőséget fog biztosítani egy lényegesen szélesebb sávú internet elérésére, mint az eddig elképzelhető lett volna. Ugyanakkor bennem felmerült az a kérdés, hogy nem teljesen mindegy, hogy hányan tenna van, hogyha gyakorlatilag a hajó ugyanazokat a szatelliteket fogja látni. Minden esetre a Royal Caribbean számára ez biztosan megtérülő befektetés lesz, hiszen a korábbi 150 ezer dollárnyi kiadás, amiért cserébe a hajón levők összességében egy 25 megabit per szekundumos vonalat kaptak, ehhez képest egy Starlink antenna akár 10 sebesség elérésére is képes. Ráadásul antennánként csupán 5000 dolláros előfizetéséért érhető el. Az ártasztály természetesen hajlandó arra, hogy akár egy kéthetes karibi úton kipróbálja ennek az internet a sebességét, sőt, amennyiben hallgatóink lehetővé teszik azt, akár naponta jelentkezünk is, és nagyon szívesen beszámolunk arról, hogy hogyan töltöttük ezt a karibi hajóutat. Ha pedig ott vagyunk, akkor elképzelhető, hogy búvárkodunk is egyet. A búvároknak pedig szolgálhatunk egy csodálatos új újdonság bejelentésével. Akik valaha készültek föl merülési vizsgára, azok tudják, hogy meg kell tanulnia a leendő búvárnak azokat a kézjeleket, amivel tud kommunikálni búvártársaival. Ugyanakkor ezek a kézjelek teljesen fölöslegesek, amennyiben a merülés során kicsi a látótávolság, vagy egyszerűen csak sötét van. Ráadásul komplexebb problémák kézelekkel való kifejezése sem megoldott. Szerencsére a technológia erre is ad megoldást, a Washingtoni Egyetem PhD hallgatói elkészítették azt az Aqua App nevű alkalmazást, amely szokványos mobiltelefonokra letölthető, és azon keresztül kommunikálni lehet egymással, méghozzá tonárral hiszen a hagyományos rádióhullámok nem igazán használhatóak víz alatt. Ez a megoldás a telefonok mikrofonját és hangszóróját használja arra, hogy az aktuális környezetnek megfelelő hanghullámokat bocsásson ki és értelmezzen, valamint lehetővé teszi, hogy a jelek sokkal élesebb skáláját tudják egymásnak elküldeni a búvárok, valamint akár a víz tetején viszonylag távol elhelyezkedő hallgató, mint azt kézjelekkel valaha leírni lehetett volna. Izgalmas megoldás, hogy teljesen adaptív az hang kibocsátás, tehát egy viszonylag széles spektrumon változtatja a jelek kiadását és feldolgozását a telefon, amivel el lehet érni azt, hogy változó környezeti viszonyok között nagyobb távolságra, illetve Különböző objektumok megjelenésével is működjön ez a megoldás, emiatt a telefon folyamatosan változó jeleket bocsát ki, illetve a fogadókészülék is hasonló módon próbál rá reagálni, tehát folyamatosan fütyülgetnek egymásnak, mint annak idején telefonos modemek. Valószínűleg még arra nem történtek vizsgálatok, hogy hogyan fogja ez befolyásolni különböző élőlényeket, mert el tudom képzelni, hogy környéken folyamatos ritmusos üzenetekre táncra perdülnek a delfinek, csápolnak a teknősök, és a végén még becsatlakozik egy pár cápa is vacsorázni. Innentől természetesen a kezdő búvárok is fellélegezhetnek, nem kell annyi kézjelet megtanulni, elegendő az, hogy segít segíts, merül a telefonom. Energia pedig nagy problémába ütközik az ember. Már látjuk, hogy a télen el fognak szabadulni az energiárak, és sokan elgondolkoztak azon, hogy milyen alternatív lehetőségekkel tudnának maguknak energiát termelni. A brit tudósok természetesen nem hagynak minket cserben, jelenleg a szennyvíz bomlásából keletkező biogázokat úgy tudják csak felhasználni, hogy azokat elégetik, avagy némi utókezeléssel visszatöltik a földgázhálózatba. A Levidian loop technológiája viszont lehetővé teszi, hogy ahelyett, hogy ezzel is növelnék, a szén-dioxid kibocsátást, inkább környezetbarát módon hidrogénné és szénné bontják szét a metánt, amely nem hogy hanem egyenesen karbon negatívvá teszi a kakiból keletkező metán. A hidrogén. hidrogénhajtású járművekben még a nagy tisztaságú keletkező szén grafén száv előállítására is alkalmas lehet. Tehát innentől Nyugodtan lehet WC-re menniük. Az Európai Űrügynökség egy picit más megközelítéssel próbálja az energiaelégséget csökkenteni, méghozzá az űrben keringő óriási napelemek felhasználásával. Ezek a napelemek az elképzelések szerint tízszer akkora űrállomásokon helyezkednének el, mint az ISS, és ennek a kiépítése akár már 2025-ben megkezdődhetne. Az űrben összegyűjtött energiát mikrohullám segítségével juttatnák el a Földre, bár sok csúnya, szkeptikus fizikus azt mondja, hogy ennek a vesztesége lényegesen nagyobb lesz, mint hogy megérhetné. Ráadásul, ha még bele is kezdenek, évtizedekbe telik az, hogy az első egységek működőképessé váljanak. Tehát ezt a telet még máshogy kell kiúznunk. Európa más részén is tartanak az energiaárak elszabadulásától. A Tadó nevű emiatt olyan Okos termosztátot készített, amely lehetővé teszi azt, hogy otthonunkat napon belül csak a legolcsóbb árammal fűtsük. Ez persze csak olyan országokban működik, ahol az áram napon belüli dinamikus árazása elérhető, és amihez tud igazodni. Nálunk pontosan így működik az éjszakai áram, ami már régóta nem éjszaka, hanem akkor érhető el, amikor éppen fölösleg van a rendszerben. Igaz, abból nem lehet akkor energiát kinyerni, amikor akarunk, hanem csak akkor, amikor központilag engedélyezve van. Tehát ha kizárólag azzal fűtjük otthonainkat, akkor nem lehet csak úgy bármikor ráfűteni egy pár fokkal. Érdekes, hogy, érdekes, hogy a Google a Nest néhány variációját Amerikában hasonló képességekkel kezdte felruházni, tehát ez a trend világszerte elterjedhet még. A korábbi adásaiban többször volt szó az Amazon Ringről, amely gyakorlatilag egy okos videócsengő, ami közvetlenül föl tud tölteni eseményeket, képeket, videókat az internetre. Különösebb újítás nem történt ennek a szolgáltatásában, ugyanakkor médiapiacon meglepetést okozott a Ring Nation sorozat bejelentése, amely ezeknek, csengőknek a felvételéből készít humoros válogatást. Mindennapi élet felvételeiből készített összeállítások eléggé elborzasztották azokat, akik ilyen eszközökkel rendelkeznek, hiszen senki nem szeretné azt, hogy felvételeit önkényesen ilyen célokra használják és mindenkivel megosszák. Szeptember 26-ával kerül az első epizód levetítésre valamely csatornán, valószínűleg Amazon környéki csatornán. Így akkor fogjuk megtudni, hogy milyen mélységig mernek beletúrni a eszközfelhasználók életébe. Magam részéről köszönöm. Szerintem akik ezt kitalálták, azok nem voltak maguknál. Ugyanúgy, mint a Meta Blenderbot 3 nevű mesterséges intelligencia alapú beszélgető robotja sem. Mint kiderült, ez a program a betanítása során valótlan emlékeket és meggyőződéseket épített fel. Így tehát Texasinak vallotta magát, teljes melszélességgel azt állította, hogy ő egy valós ember, és annak ellenére, hogy 3 óra 30 volt, ő úgy érezte, hogy 5 óra van már. Bár jelenleg ott tartunk, hogy ezek a halucinációk rosszul értelmezett, emléknek tekintett információk alapján készülnek, elképzelhető, hogy ezeket az intelligens beszélgető robotokat meg kell ruházni azzal a képességgel, hogy bizonyos periódusokban rendezzék azokat az információkat, amik felgyűltek benne, és pörgessék vissza azokat, kombinálják őket össze a korábbi emlékekkel, és ezzel alakítsanak ki egy új adatbázist. De ezt a feldolgozó szakaszt és az ebben létrejövő képeket, történet érzékeléseket és kapcsolatokat legyenek képesek visszamenőlegesen megkülönböztetni a valóságtól. Ezt a folyamatot valószínűleg álomnak lehetne nevezni, és így viszonylag gyorsan eljutnánk a szárnyos fejvadász eredeti címéhez, miszerint álmodnak elektromos bárányokról, bár még csak az AI-ok -ok, és nem az androidok. -ok. Hiszen android, tehát emberformájú, önálló intelligenciával rendelkező robot elkészítése még igencsak messze van. Vagy mégsem? Elon Musk ígérete szerint a tavaly még csak egy Robotnak öltözött ember által megformált Optimus robotja egy hónapon belül bemutatásra kerül, és a Xiaomi is színpadra léptette nem embernek öltözött robotját, hanem valóságos, Cyber Van névre keresztelt, kétkezű, két kezükét, lábú, fej, fejjel és teste rendelkező robotemberét, bár ez a színpadra lépés inkább csak tipegés volt, és merőben emlékeztetett a, a, gyerekkoromban bazárban kapható lépegető malac e, játékocskára, amit, hogyha nem emlékeznétek rá, egy oldalra döntött rajztáblára helyezve a malac mint egy lesétált arról. Hát úgy látszik, hogy már ezt a szintet is sikerült elérni, szintetizálni, vagy izélni. Mindenesetre ez a Cyber van egy hirtelen készített projekt. Úgy néz ki, hogy a Xiaomi szokás szerint megpróbálja hip-hop lemásolni, utolérni azokat a technológiákat, amiket a többi nagy cég évek kitartó munkájával kialakított. Az állítások szerint a Cyber One, A Xiaomi állítása szerint a Cyber One 3D érzékelésű látással van felszerelve, képes megkülönböztetni hangokat, embereket, gesztusokat, arckifejezéseket, és ebből, ha nem is önálló, de gondolatokat formálni és reagálni rá. Még nem teljesen nyilvánvaló, hogy mire lehet használni ezt az eszközt, de úgy tűnik, hogy ez nem a Tesla gyárba készülő emberszabású robot. Hiszen ennek a bekerülési költsége valószínűleg meghaladja a Xiaomi gyártó során dolgozó emberek bérét. Ha már Xiaomi, mint óriási telefongyártó, akkor az Apple termékeinek a bejelentésére is érdemes rátérni. Az Apple használóival kapcsolatban gyakran szokott elhangzani az a vád, hogy ők almás szemüvegen keresztül nézik a világot. Úgy néz ki, hogy már nem állunk távol attól, hogy valóban így történjen, hiszen különböző órásokból olyan információkat sikerült összegyűjteni az ezzel foglalkozó csatornáknak, ami arra utal, hogy az Apple új, kevert valóságú szemüvegek készítésével kezdett foglalkozni. Méghozzá Apple Reality néven, tehát, tehát akik csak picit elfogultak voltak eddig, későbbiekben Apple valóságát fogják látni. A kiszivárgott tervek alapján a szemüvegek 8 felbontású monitorocskákkal érkeznek, és potom 2000 dollárért már a felhasználók meg is kaphatják a belépő szintű modelleket még nem tudjuk, hogy a szárát azt külön kell -e megvenni. Ehhez képest a Meta Project Cambriája eddig még csak 1000 dolláros áron van belengetve, bár ennek a piacra lépéséről sem tudunk pontosabb információt. Persze van lehetőség arra, hogy megszabaduljon az ember az Apple békjóból, méghozzá viszonylag egyszerű kitörni belőle. Legalábbis Ken Pilonel, akiről már beszéltünk, hogy elkészítette az USB-C töltőjű iPhone-t, nemrégiben bemutatta, hogy hogyan lehet elkészíteni az USB-C töltőjű airpods is, és természetesen a módszert, a 3D nyomtató terveket, illetve három áramköröket megosztotta a publikummal. Figyelembe véve, hogy 2023 után az iPhone-ok -ok valószínűleg már USB-C töltőkkel fognak érkezni, illetve hát az összes Apple termék át fog állni erre a standardre. Az Apple egyik olyan megoldása, amely biztosította felhasználók magukhoz kötését, tíz év után el fog tűnni a sűjesztőben. Kíváncsi vagyok rá, hogy mi lesz a következő megoldás, amivel az Apple magához próbálja kötözni felhasználókat. Figyelembe véve, hogy most nem beszélgetős adásunk van, ennyi fért bele. Új adásainkat a továbbiakban keddenként fogjátok megtalálni a népszerű platformokon, ezzel elkerülve hogy olyanok elől elvigyük a népszerűséget, akik a hétfői napon rakják ki a műsoraikat. Köszönöm hallgatóinknak, valamint podcaster barátainknak a buzdítását és támogatását a Hídnyugatrak podcastből, valamint a Kultúr Sufniból, hogy motiválnak a műsoraink készítésének folytatására. A továbbiakban is várjuk jelentkezését vendégeknek, ötleteket arra, hogy milyen témákról beszéljek, és megpróbáljuk a heti egy műsor készítését fenntartani, akkor is, hogyha szokásosnál rövidebbek lesznek ezek. Hallgassatok minket, kövessetek minket, lájkoljatok, like sereljetek, és jövő héten ismét találkozunk. Sziasztok!